idéli község a Tisza keleti partján, ez Tisza eszlár, amely egyre népszerűbb a letelepedni vágyók körében. Még ha nem is mind itt dolgoznak, többen költöztek a településre az elmúlt években. Ahhoz, hogy újabb családok tehessékhez, meg új lakásokra is szükség van. Mint 35 perc című műsorunkban Tisza Esztár polgármestere elmondta, már zajlik is ezek építése. Minden olyan lakást tulajdonképpen eladtunk, amelyet korábban felépítettünk, vagy újjáépítettünk, vagy felújítottunk. Most már tulajdonképpen folyamatban van egy három lakásos, korábban egy állatorvosé volt önkormányzati szolgálati lakás, emeletes lakás, és félig már ki van alakítva egy három normális lakás. Tulajdonképpen annak a külső leszigetelése, válaszfalazás már készen van, fürdőszobák kialakítása. Tehát valóban hozzá is fogtunk ahhoz is. Az eddigi népesség megtartását és az új lakosok betelepülését szolgálják azok a hiánypótó fejlesztések is, amelyek megvalósulása évekkel ezelőtt elkezdődött a településen. Ezek sorába tartozik a 2004-ben 80 millió forintból megépült művelődési központ, valamint a szolgáltatói ház, amelyben a falu tudja fogadni ügyfeleit. Az elmúlt hetekben, hónapokban pedig az idősek otthona készült el. Évek óta ezen tulajdonképpen, tör, tulajdonképpen ezen törtük a fejünket, és egy megfelelő épületet igyekeztünk hozzá keresni. Megvásároltunk, tavaly tudtuk megvásárolni ezt a jó állapotban lévő épületet, ezt felújítottuk és kibővítettük. Úgyhogy most 17 fős épület lesz készen, és várjuk az ide beköltözni szándékozó idős embereket rengetegen jelezték már, elsősorban természetesen Tisza Eszláról, és ha ez nem lenne ezzel tele, akkor a szomszéd településekről is többen jelezték már a beköltözési, beköltözési szándékukat. Az idősek otthonát jövő hétfőn adják hát Tisza Eszláron. A polgármester szerint nem lesz gond azzal, hogy rögtön tele is legyen, mivel sokszor éveket kell várnia annak, aki be akar kerülni egy ilyen intézménybe.